Sziasztok! Hát eljött a pillanat, amit mindenki várt, gondolom. Végre, már én 3 hete föliratkoztam, megérkezett a Befőzni való sárga barackra zöldségesbe. 550 forintért vettem kilóját egy ládával, ez 10 kiló. És megmutatom, hogy hát nálunk ugye az van, hogy a párom a dzsemmet szereti, én a lekvárt. És hát a dzsem az ugye nagyobb darabos, meg kicsit zselésebb, nem olyan tömör. Úgyhogy mi ilyen lekvárt dzsemmet csinálunk, amit megmutatom, hogy hogy készítek, jó? Tehát se nem sűrű tömény lekvár, se nem az a kis lágy, nagy darabos dzsem, a kettő között. Ezt most fogom és szépen megmosom. Közben áznak a barackok egy tálat, amiben le fogom darálni az egészet, azt lemérek, ez 25 deka. Azért kell, hogy tudjam ugye, hogy mennyi a gyümölcsnek a súlya, papírtól, és a húsdarálót pedig a legnagyobb lukú tárcára teszem, és akkor szépen elkezdem ide kimagozgatni ugye a barackokat. És hát ugye akkor jó a barack, ha ilyen magraváló, tehát csak egy simán, tehát annyira nem is komplikált, mert én ugye utálom az ilyen macerás dolgokat, csak simán így széttépítek. És arra figyeljetek, hogy ne maradjon itt benne véletlenül se, amikor ilyen kis szár darab benne marad, hogy azt ne hagyjátok benne. Na, most ezt szépen elkezdem ugye az egészet így méregetni, darálni, megpucolni. Ja, és a magot nem dobom ki, hanem megszárítom, és amikor megszáradt, akkor összetörve ugye a belsejét meg lehet enni, és ez tele van antociánnal, vagy mi a pócipővel, ez egy nagyon-nagyon egészséges, még a rák megelőzésre is egyébként egy teljesen jó dolog, állítólag. Most ugrott be, hogy az antocián az a lila káposzta színanyaga. Tehát tök mindegy, nézzétek meg, mi van a sárga barackban, jó? Az én csatornámon nálam többet hülyeséget ember biztos, hogy nem beszél, mármint hogy más főzős csatornákhoz képest, szerintem én viszem a prímet. Az antocián az a lila káposztának a színanyaga, jó? Nem pedig a sárga barackmagnak a hatóanyaga. Nézzétek után, mi van benne, de tényleg nagyon egészséges állítólag a belseje. Apa, ez is. Na, és tudom, hogy a gyerekmunkát több országban tiltják, de a Mészinél nincsen demokrácia, úgyhogy amíg én darálok, addig a lányok pucolnak, ha akarnak enne a lekvárból. Sziasztok! Vagy hát igen, ti megint megköszöntem. Ott meg gyűjtögetjük, amik ilyen középkemény, nincs rohadt rész rajta, hogy ezt ugye enni. Tehát azt úgy szépen ki van adva, hogy azért legyen abból is, és akkor ugye ezért méregetem majd darálás közben. Én most megyek darálni, a lányok meg addig, ugye ez nem egy nehéz munka, hogy gyönyörű szépen pucolják itten a dolgokat. És akkor itt szépen ugye le darálom, egy ilyen szép barack pép lesz belőle, de azért ez nem lesz annyira nagyon-nagyon apró szemű. De ha akarjátok, akkor vághatok bele ilyen nagyobb kockájú darabokat, de én nem szoktam, mert könnyebben kezelhető. Na. És ugye mielőtt megy a fazékba minden adag darálta, csak vigyázzatok, hogy ne lépjetek túl az 5 kilót, mert akkor meg nem tudjátok megmérni. Ez most 2 kiló 60 deka, ebből levonok 25 dekát, és szépen felírom, hogy 2 kiló 35 deka. És akkor így mindig amennyit beteszek a fazékba, azt fölírom, és úgy csinálom végig. Na, megvagyunk a darálással, és most jönnek a biztonsági intézkedések. Az egyik, hogy platnit teszek az edény alá, amiben főzöm. Mert ugye vizet nem teszek hozzá, és nagyon nem szeretném, hogy leégjen. Kettő, ugye ez acéledény, és még hőkiegyenlítős talpú, most azt nem tudom megmutatni. Tehát véletlenül se égjen le. Egy, kettő, nem fakanállal kavarom, hanem szintén egy acél, hát ilyen lapátkanállal, aminek egyenes az alja. És ezzel gyönyörű szépen, ha belenyúltok, akkor ugye így az alján végig lehet tolni. Sokkal-sokkal kisebb eséllyel ég le, ha tulajdonképpen mindig így föl kavarjátok az alját, mint sem, hogyha egy fakanállal kavargatjátok. És innentől kezdve, amíg ez el nem kezd forni, én itt vagyok mellette, és folyamatosan szinte kavarom, hogy véletlenül se égjen le.
Na, 7 kg 20 deka lett, akkor az 720, és hát most jön, amitől ugye sokan rosszul lesznek majd. Van a Dr. Oetkernek ezek a Jam Fixei, van, ami kifejezetten sárga barackhoz, és én már évek óta elengedtem azt, hogy most kitaláljam, hogy mennyi citromsavat tegyek bele, hogy szép sárga maradjon, ne legyen ilyen barna, mint sajnos nagyon sok házi lekvárnál látom. Ezt háromféle olyan összetételve lehet, hogy van, amiben fél kiló cukor kell 125 vagy 1250 g gyümölcsöz, van, amiben csak 20 deka, tehát hogy én a közepes cukrosat szoktam megvenni, és egy ilyen tasak 3,75 kiló gyümölcsöz elég, de ha egyesével nézitek, akkor rá van írva, hogy 1000-től 1250-ig. Ja, és ebben már nem a nátrium benzonát a tartósító, hanem szorbin sav, ami talán egy picit lightosabb, és nem is használok belőle annyit, amennyi az előírás, mert én most ugye úgy számolom, hogy 720 osztva 125-tel, tehát 5,76 csomag kéne, úgyhogy ezt a csomaggal kapásból félre is teszem, és csak 5 csomaggal teszek bele a lekvárba, tehát eleve egy kicsit kevesebbet teszek. Ezt ugye egyáltalán, tehát miután fő három, ugye leírja, hogy kell csinálni, hogy keverjük össze a cukorral, adjuk hozzá a lekvárhoz, vagy a gyümölcshöz, és forraljuk fel, 3 perc főzés után kész is. És ugyanezt írja a lekvárra, meg a dzsemre. Na most nálam a lekvár az, hogy ennek legalább az egyharmada vizét kifőzöm. Tehát a lekvár az egy sokkal nagyobb gyümölcstartalmú, sokkal sűrűbb, sokkal keményebb, és hát leginkább egy erősen szétfőtt valami. Ebbe se lesznek túl nagy gyümölcsdarabok egyébként, meg, de héj se, hál' Istennek, azért is darálom, de picit meghagyom inkább a dzsemmes verziót, ami egy kicsit lágyabb, tehát mondjuk egy palacsintába sokkal-sokkal jobb kenni. És ugye azt írja, hogy 35 dek a cukor, per 1250 gram, tehát most itt 5-ször 35 deka cukor kellene, de én hát 1 kilót fogok összesen beletenni először ehhez, és meg fogom kóstolni, mert van, amikor olyan savanyú a sárga barack, hogy a világ minden cukra kéne bele, de van, amikor meg annyira jó édes, és ez most nagyon-nagyon finom édes, ja? És még egyébként ennyi barackot félretettünk enni. Tehát így lett meg a 10 kilóval a 7 kiló 20 deka, és ennek legalább van íze, gyerekek. Tehát aki tud egy zöldségest a környéken, akivel lehet ilyen bizniszelni, hogy tud hozatni ilyet, ez végig a fám volt, ezt nemrég leszették, tegnap szerintem, és ma már itt van nálunk, és már úgy kemény, hogy hát láttátok, hogy milyen állagú, nagyon-nagyon finom, ennek van íze, nem úgy sajnos, mint a szupermarketekbe kaphatóaknak. És azt írja, hogy keverd össze a cukorral, hát én úgy fogtam, hogy így ráöntöm a tetejére, és ide rászórom ezeket a kis pórokat és porokat, hát nem tudom. Higgyetek el egyébként, hogy tudok beszélni, de amióta elkezdtem YouTube videókat csinálni, azóta elfelejtettem. Nem ugye, és így a tetején szépen egy picit így megkeverem, és ebben van egyébként még pektin is pluszba, tehát még egy picit ugye segít a gyümölcsnek, de hát a sárga barackban annyi van, hogy az ugye önmagában is egy brutál cucc lesz, és akkor beleteszem most az 5 csomagot, és fölforralom ennyi, mert meg persze belekeverem. A barackmag meg amikor süt a nap, szépen megy ki mindig száradni a napra. Most matekoztam, hogy az 5 csomaghoz, ha ezt nézem, kéne 1 kg 75 dek a cukor, úgyhogy még egy fél kilót beleteszek még így kóstolás előtt, és akkor másfél kiló cukor van benne. De hogy 1 kg 75 dekat, hülye vagyok, hát na mindegy. De jól mondom, úgyhogy még egy 25 dekát hozzáteszek, és akkor fél kilóval kevesebbet tettem több gyümölcshöz, mint az ajánlott. És úgy fogom majd be tesztelni a végén, hogy elég édesen. Na most már csak a töltéssel jövök. És amikor már így kezd forni, hát egyébként lassan egy órája itt állok, akkor kell nagyon figyelni arra, hogy a kanálnak az alján ne legyen semmilyen rákkalamerizálódott gyümölcs, mert azt jelenti, hogy kezdi leégni. És azért jó ez a kanál, mert szépen az edény alján mindenhol végig tudom csúsztatni, és biztos, hogy nem fog. Látjátok, itt most találtam például egy pici részt, ami megkezd leégni, de ezt, hogyha közben így felszeded, akkor tuti nem fog
leégni. Akkor most ezt még egy 3 percig így főzöm, és be is fejezem a lekvárfőzés ezen a részét. És most, hogy zubog a por, le is zárom. Még egyszer jól megkeverem. És láttátok, amikor elkezd már, hogy így az a kis lapátunkon kezd ilyen kirulós rész lenni, és por is, akkor már én abba szoktam hagyni a főzését. És a következő nagyon jó segédeszköz az a lekvár töltő kis töltsér. Figyeljetek arra, hogy mindig a edény pereme alá tegyétek, ugyanis, hogyha elkezditek szedni, akkor nem tud mellé csurogni. Volt egy főnököm, az mindig, amikor tálaltunk ilyen csoportnak, akkor ott állt mellettem és ordibált, hogy alá, 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 hogy a csésze ne legyen koszos. Látjátok, itt szépen megtöltöm, és ott lehet még egy nagyon picit többet tenni bele, és ezzel annyi dolgunk van, hogy most lezárom, beteszem a következőbe, ráhúzom, és fejjel lefelé lefordítom. Azt írja a gyártó, hogy 3 percre, de én amíg ilyen kicsit langyosabb nem lesz, addig szoktam hagyni. Na most betöltöm az összes többit. Ja, 70 fokon mosogatógépben mostam el, én nem forrázgatom már évek óta az edényt, mert öreg és fáradt vagyok hozzá. Addig szoktam így lefordítva hagyni őket, még nem lesz kézmeleg. Tehát amíg kényelmesen meg lehet fordítani, akkor fordítom fel, mert akkor a kupakról még le tud a gőze minden által még szivárogni, nem lesz felül ragadáncsos, mert ugye még nem zserésedik be, de bár biztos, hogy ott a baktériumok ott elpusztulnak a bejárat környékén. Na és akik izgulnának ugye, hogy ne adj Isten, nem sikerül, vagy nem lesz jó állagú, mindig amikor főz az ember, főleg a gyereke van, akkor kell így a hűtőbe betenni, és nézzétek meg, gyönyörű szépen. Ez még nem is sült, tehát ez még egy picit fog sűrűsödni, egy teljesen jó állagú kis cuccot kaptunk, és ugye a 10 kiló barackból maradt még ennyi, sőt ettünk belőle, és hát ugye a gyermekek mellett csak így lehet lekvárt kóstolni, úgyhogy csináltam egy kis goflit, ennek majd a receptjét fölteszem, hogy szoktam csinálni. Az az igazság, hogy már lekvárt is megvámoltam, de így együtt. Figyeljetek, szóval az van, nem is kezdek el most direkt hümmögni, hogy nagyon-nagyon finom. Számoljátok meg, ez ugye a nagy üvegekkel együtt, ez 20 üveg. Ezeket a piciket azért csináljátok ilyeneket, mert amikor jön és megkóstolja valaki a lekvárodat, akkor látni fogod a szemén, hogy akar belőle, és olyankor szépen ezt kell odaadni, mert nem azért dolgozunk, hogy elosztogassuk a lekvárt. Hogy számoljátok, hogy 5500 volt a gyümölcs, van benne, szerintem nincs másfél kiló cukor, vagy 1 kiló 25 deka cukor, meg ezt a tartósítós akármit, ezt vettem, azt hiszem 600 forintért a hármassával, és tettem bele 5-öt, de legyen az is 1200, adjátok össze, osszátok el, és ez ugye majdnem 100% gyümölcs tartalmú lekvár, mert ugye a cukor azért húz rajta egy picit, de mondjuk legyen 90% vagy 95% gyümölcs tartalmú lekvár. Ezeket én a Lidl-ben ilyen 6-80-ért szoktam venni, vagy 7-80-ért az 50% gyümölcs tartalom. Tehát annyira megéri megcsinálni ezt, hogy nagyon. Ez kevesebb, mint a felébe jön ki, és kétszer annyi gyümölcs van benne, és van íze, hál' Istennek. Úgyhogy nem akarom már tovább húzni a videót. Ha gyereketek van, akkor mindig gyorsan a hűtőbe be valami palacsinta, vagy egy gofri mellé. Isteni, tehát nem véletlenül főznek az emberek házi lekvárt. Ha így csináljátok, hogy én mutattam, szerintem nem fogtok rám forogni, és nagyon gazdaságosan fogtok kijönni, és viszonylag gyorsan megvan az egész. Úgyhogy jó lekvárfőzést, jó étvágyat hozzá, könnyű kajákat, sziasztok!